Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Újra jelentkezik a Nyíregyházi Televízió és a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház közös egészségmegőrző műsora. A mai vendégünk dr. Cső Ferenc főorvos úr, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A téma pedig, mi lehetne más itt a nyár, a szünidő, mire kell figyelni ilyenkor a gyerekekkel kapcsolatban? Nagyon örülök, hogy itt lehetek, én is köszöntöm Önt is és a nézőket is. Hát ugye következik a iskola, szabad idő, következik a nyár, a július, az augusztus, és hogyha megnézzük a ide vonatkozó statisztikákat, akkor sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a gyermekkori balesetek, sérülések, egyéb olyan károsodások, amelyeket a gyerekeket érinti, az erre a két hónapra esik, és ez elég nagy szám, mert ez körülbelül 500 000 gyereket jelent évente, és ami a legszomorúbb és a legtragikusabb, körülbelül 100 gyerek van évente, akit sajnos elveszítünk, olyan balesetek, olyan jellegű történések miatt, amit mi felnőttek megelőzhetnénk. Hát első témaként vegyük akkor azokat a baleseteket, azokat a sérüléseket, amelyek nyári időszakra jellemzőek. Ugye ilyenkor előkerülnek a kerékpárok, előkerülnek a görkorcsolyák, előkerülnek a gördeszkák, és hát nagyon sok kertes háznál látjuk, hogy föl vannak állítva már a trambulinok, amelyeken a gyerekek élvezhetik a saját maguk mozgását, és hát nem utolsó sorban ilyenkor szoktak megtelni a játszóterek. Tehát ezek mind olyan jellegű eszközök, olyan jellegű szórakoztató helyek, ahol a legkülönbözőbb balesetek bekövetkezhetnek. A legegyszerűbb bőr horzsolásoktól, sérülésektől, a nagyon súlyos törésekig és nagyon súlyos koponya sérülésekig. Nagyon oda kell figyelnünk, hogyha a gyermekünket elengedjük ezekkel az eszközökkel a közlekedésbe, hogy akkor a közlekedési szabályokkal legyenek tisztában. Nagyon fontos az, hogy a megfelelő védőeszközöket ezeknél az eszközöknél használjuk. A bukósisak, a védő, a fejvédő felvétele a kerékpározásnál, görkorcsolyázásnál, gördeszkázásnál nagyon fontos a könyök és a térnek a védelme. Hogyha ezeket az alapvető eszközöket betartjuk, akkor elkerülhetünk olyan jellegű nagyon súlyos baleseteket, mint a fejnek a sérülése, amely közül talán a legegyszerűbb az agyrázkódás, ami ugye hasonló tüneteket tud provokálni egy bizonyos idő eltelte után, mint egy agyvelő gyulladás, kivéve talán a lázat, amit az agyvelő gyulladás az csinál, de az agyrázkódás az nem. Tehát ilyenkor a gyerekek bágyadtak, szédülékenyek, fejfájósak, esetleg hánynak, és néhány esetben agygörcs is előfordul. De a koponya sérülésekből sajnos nagyon súlyos belső vérzések is kialakulnak, amelyeknek az ellátása már komolyabb összehangolt tímmunkát igényel egy kórházban. Ezek a legsúlyosabb problémák. Aztán utána ott vannak a bőr horzsolásos sérülései, a végtagok ízületeinek a ficama, és hát a végtag csontoknak a törései a közlekedési balesetek kapcsán. A biciklizés is egy nagyon súlyos sérülést eredményezhet, a tompa hasi sérülést, amikor a kormány, a bukás, az esés következtében a kormány üti meg a gyermeknek a hasát, különösen, hogyha az a hasnak a felső részét érinti, akkor az ott lévő parenhimás szerveink, mint a lép, a máj vagy a hasnyálmirigy megrepedhetnek, és ebből kifolyólag nagyon súlyos hasűrű vérzések és hashártya gyulladás is kialakulhatnak. Tehát ezek mind ilyen súlyos gondot eredményezhetnek. Az utóbbi években elterjedt trambulinok, amelyeket, mint említettem, általában kertes házaknál, sőt néhány játszóteren is megtalálhatunk,
azok szintén okozhatnak nagyon súlyos problémákat, hogyha a gyerek nem megfelelően érkezik, akkor gerinc sérülések, rándulások, esetleg törések alakulhatnak ki, és a fejsérülések ezeknél az eseteknél is sajnos időnként bekövetkezhetnek, amelyek súlyos tüneteket idéznek elő a gyermekeknél. A trambulinok mellett otthon fel vannak állítva a medencék is, ott mire kell figyelni, mennyire gyakoriak ezek a balesetek? Hát ez a másik nagy csoportja a nyári gyermekkori baleseteknek a vízi sérülések. Legyenek ezek otthoni felfújható medencék, vagy legyenek ezek élő vizek környékében történő fürdések, időtöltések. Nagyon fontos az, hogy győződjünk meg arról, hogy a gyermekünk tud-e úszni, vagy nem tud úszni. Ha nem tud úszni, akkor soha ne engedjük úgy víz közelébe, hogy mi ne legyünk ott mellette, hogyha elmerül a víz alatt, vagy ha netalántán egy fél méteres vízben egy házi felfújható medencében megcsúszik, elesik, egy picit beüti a fejét, egy-két másodpercre elveszti az eszméletét, abban az időszakban ő nyugodtan félrenyelheti a vizet, és ebből nagyon súlyos problémák származhatnak. Ugyanígy kertes házaknál már találhatunk kis tavakat, amelyek viszonylag időnként mélyek is. Ezekbe is a gyerekek, főleg a 3 éves kor körüli gyerekek nagyon könnyen beleeshetnek, és fulladást eredményezhetnek. Egyébként a vízbe való fulladás az egyik leggyakoribb oka a gyermekkori halálozásoknak. De az is nagyon fontos, hogyha például kimegyünk egy ilyen nyílt vízi tóhoz vagy folyóhoz, vagy netalántán otthon van medencénk, akkor a gyerekek ugye nagyon szeretnek ugrálni ezekbe a medencékbe, természetesen a medence partjáról, és fontos az, hogy győződjünk meg arról, hogy milyen mélységű ez a víz. Mert egy 30 cm-es vagy 40 cm-es vízbe fejest ugrani, az kifejezetten életveszélyes, a nyak csigolyának és a gerincvelőnek a sérülését eredményezheti. Tehát ezekre is oda kell figyelnünk, meg kell győződnünk, mielőtt ilyen jellegű bátorságprodukciókra próbáljuk a gyerekeket sarkalni, hogy ezek a nagyon súlyos sérülések ne következzenek be. Tehát a vízi sérülések, a vízben elkövetett balesetek, vagy bekövetkező balesetek, azok szintén nagyon fontosak, és kellő odafigyeléssel meg tudjuk őrizni gyermekeink egészségét, és elkerülhetjük a súlyos kórházi kezeléseket, ne talán a tragédiákat. Mennyire jellemző a gyerekekre? Mert ugye a felnőtteknél sokszor lehet hallani, hogy felhevült testtel ne ugorjanak a hideg vízbe, hozzá kell szokatni a testünket a hőmérséklet változáshoz. Ez a gyerekeknél is oda kell figyelnünk rá? Igen, természetesen. Itt is érdemes a fokozatosságot betartani, tehát mielőtt becsobbannánk egy vízbe, előtte érdemes egy zuhanyt venni, mert ez a hirtelen történő hőmérséklet változás, ez ki alakíthat súlyos ritmuszavarokat egy reflex kapcsán, ami a vízbemerüléskor felmerül az ember szervezetében, és ez sajnos időnként akár szívmegállást vagy szívmegállásszerű állapotokat idézhet elő, ami abszolút rögtön néhány másodpercen belül eszméletvesztéshez vezethet, és akkor azt gondoljuk, hogy talán a gyerek belefulladt a vízbe, holott nem fulladt bele, hanem a szívritmus zavar miatti eszméletvesztés következtében jön létre ez a vízbelehelés, ami aztán még súlyosbítja ezt az állapotot. Természetesen ezekhez a csoportokhoz, hogyha most hozzáveszünk azt, hogy tudjuk a gyermekeinket, a bajba került gyermekeinket megóvni, nem állt, hogyha a szülők nyár elején felkeresnek egy-két közösségi oldalt, és megnézik azt, hogy egy gyermek újraélesztésénél milyen manővereket kell elkezdenie. Mert amíg megérkezik egy szakember, egy mentős, vagy egy orvos, ha nincs olyan szerencsénk, hogy éppen ott a strandon van egy orvos, vagy van egy 5-10 percen belül elérhető segédszemélyzet a strandokon, de nyílt vizeknél ez általában nem áll rendelkezésre. Ez az elkezdett laikus újraélesztés nagyon sok esetben
megmentheti a gyermek, nem csak a gyermek, hanem a felnőtteknek az életét is. Nagyon jó ilyen oktató kis filmeket találtunk a YouTube-on, amelyeket, hogyha megnézünk, akkor van emlékképünk, hogy hogy kell egy ilyen gyermek újraélesztést elkezdeni, és mit kell csinálnunk, és ez nagyon fontos, akár téli időszakban is, de nyáron is természetesen előfordulhatnak félrenyelések, amelyeknél ezeket a újraélesztési manővereket szintén érdemes laikus szinten ismerni, és ezeket elkezdeni, mert ez nagyon fontos a gyerek későbbi ellátása élete szempontjából. Kicsit, ha tovább megyünk, akkor ugye ilyenkor megjelennek a kullancsok, például mennyire veszélyesek a gyerekekre? Hát igen, ez is egy nagy csoportja a nyári idézőbe tévő baleseteknek, mert ugye a legkülönbözőbb ilyen rovarok megjelennek, a méhek, darazsak, hangyák, pókok, kullancsok, amelyeknek a csípése többféle kóros eltérést eredményezhet. Hát ugye egy egyszerű szúnyogcsípésnél csak egy hely, kis duzzanat, egy kis pír jelentkezik, ezt aztán a gyerek elvakarhatja, aztán ez a későbbiekben a strandolás következtében befertőződhet és okozhat egy bőrgyulladást. De hogyha valaki például érzékeny darázs vagy méhcsípésre, akkor ott sajnos nagyon súlyos, anafilaxiás, sokszerű eszméletvesztéssel, fulladással járó állapot alakul ki. Ilyenkor nem árt, hogyha gyermekünk, akiről tudjuk, hogy ilyen betegségben szenved, vagy ilyen érzékenységben, mert ne nevezzük ezt betegségnek, érzékenységgel bír, és elmegy egy táborba, egy iskolai táborba, vagy egy közösségi táborba, akkor hívjuk fel az ott lévő oktatónak, a felügyelőnek a figyelmét, hogy ilyen betegséggel rendelkezik, és ez a szülő már biztos birtokában van olyan eszköznek, olyan egyszerhasználatos, tolszerű, gyógyszeradagoló készüléknek, ami epinefrin tartalmaz, amit ilyenkor a csípés után és a tünetek kialakulásakor beadva életmentő lehet. Tehát ez nagyon fontos. És hát ugye itt van a kullancs kérdés, ugye azt gondoljuk, hogy a kullancsok azok csak erdőben való sétáláskor, ahogy megyünk a lombok, bokrok között, a levelekről kerülhetnek ránk. Hát ez tévhit. Ma már a városokban, a parkokban, a füves területeken ugyanúgy megtaláljuk a kullancsokat, amelyek két gyakori betegséget okozhatnak a helyi bőrelváltozáson kívül. Az egyik, mindenki hallott már róla, ez a Lyme-kór, ez egy gyógyítható kórkép, ezzel nincsen probléma. Ha megfelelő szakemberhez fordulunk, akkor a megfelelő gyógyszert ilyenkor fölírja, és akkor ebből nem lesz a gyereknek problémája. A másik pedig a kullancsok által, a kullancsokban lévő vírusok által okozott agyvelő gyulladás, ami már sokkal, de sokkal rosszabb indulatú, és ha a gyermek túléli, akkor is nagyon súlyos maradvány tünetek, bénulások, tanulásképességbeli hibák, sőt, akár idiócia is kialakulhat ezekben az esetekben. Tehát ezeket érdemes megelőzni. Na most ennek a megelőzésének a legjobb eszköze a védőoltás. Mármint ennek a kullancsenkefalitisznek a megelőzése a védőoltás. Rendelkezünk ilyen védőoltásokkal. Ez nem kötelező, ajánlott védőoltás, de a természet szerető családoknak javasoljuk, hogyha mennek gyermekeikkel, akkor előtte egy fél évvel oltassák be gyerekeiket, és akkor védettek lesznek ettől a betegségtől. A másik pedig, hogy járkáljunk a természetbe. Ugye a kullancs az olyan, hogy alulról mászik fölfelé, és aztán egy bőrterületet találva fúródik a bőrbe, és a váladékát oda üríti be a bőr közötti nyirok és erek közé, és onnan kerül be majd a szervezetbe a kórokozó. Tehát ilyenkor mindig érdemes olyan ruházatot viselni, amely alulról zárt, tehát vagy megfelelő gumipasszérral rendelkezik, és a bokára feszül rá, és nem tud ez alatt a kullancs feljönni, de a legjobb talán, hogyha magasabb szárú cipőt hordunk ilyen túra alkalmával, és akkor így próbáljuk megakadályozni, hogy
bekerüljön a szervezetünkbe a kullancs. Természetesen ilyen esetekben is minden este, amikor tisztánkodunk, akkor érdemes egymás testét átnézünk, nem csak a gyerekekét, hanem a saját magunkét is, természetesen a másik felnőtt segítségével, és akkor, ha kullancsot találunk a bőrünk valamelyik részén, akkor azt érdemes eltávolítani. Ez nem feltétlenül igényel mindig speciális szakellátást vagy szakértelmet. Gyógyszertárakban lehet kapni nagyon praktikus kis műanyag kullancs kiszedő kis applikátorokat, amelyekkel ezeket a kullancsokat el tudjuk távolítani, és így meg tudjuk előzni azt, hogy nagyon súlyos fertőzéseket hozzon létre. Ezek az ilyen népi mendemondák, hogy olajat, mézet vagy egyebet kell a kullancsra cseppenteni, ezeket nem igazán javaslom, mert ez a kullancsnál fuldoklást eredményez, és a fuldoklás kapcsán ez a váladék még inkább belekerül az emberi szervezetbe, és létrehozza ezeket a említett súlyos fertőzéses jellegű megbetegedéseket. Mikor érdemes orvoshoz fordulni? Hát orvoshoz akkor érdemes fordulni, hogyha ezt teljes mértékben a kullancsot nem tudjuk eltávolítani, illetve hogyha a kullancscsípés után jelentkeznek tünetek. Hogyha a kullancscsípés után jelentkezik a csípés helye körül ilyen kör alakban elhelyezkedő, ilyen céltábla-szerű, a bőrből kissé kiemelkedő különböző színű karikák, gyűrűk jelennek meg a csípés helyén, és ezek lehetnek nagy kiterjedésűek is, mert ezek lehetnek ilyen 20 forintosnyi, néha ilyen almanagyságú területek is. Ilyenkor mindig érdemes jelentkezni az orvosnál, mert ezt a Lyme-kort, ezt így lehet megelőzni, hogyha elkezdjük a megfelelő gyógyszeres kezelést. Többféle gyógyszert lehet ilyenkor alkalmazni. Ezt mindig bízzuk az illető szakemberre, házi orvosra vagy sürgősségi ellátó orvosra, hogy milyen antibiotikumot tud felírni vagy ír fel a gyermekeink részére. A előbb említett agyvelő gyulladás, tehát az enkefalitisznek pedig a megelőzése az csak egyedüli a védőoltás, amivel lehetséges. Amire érdemes még odafigyelni, az a napsütés, ilyenkor ugye a meleg. A gyerekeknél mennyire jellemző az, hogy esetleg napszúrást kapnak könnyebben, mint a felnőttek? Mit érdemes ilyenkor tennünk? Ugye a nap sugárzás az két problémát eredményez a gyermekeknél. Az egyik a hőguta, a másik pedig a nap sugarai által történő bőr sérülések, egyszerűen fogalmazva égések. És hogyha hosszú időn keresztül van a gyermek és kint a napsütésben, akkor bizony másodfokú, tehát hólyag képződéssel járó égési sérülések is keletkezhetnek, és ezek már nagyon nagy problémát jelenthetnek, mert ezek a hólyagok megrepednek, ezek egy fertőzés veszélyt okoznak a gyermek számára. A másik pedig ugye a hőguta, amit napszúrásként is említünk, és ez a napszúrás ez nagyon hasonló tüneteket eredményez, mint az agyhártya gyulladás. Tehát a gyerek ilyenkor hőemelkedése van, vagy láza van. A gyereknek fáj a feje, a gyermeknek hány ingere van, a gyermek esetleg hány, és mint ahogy a bevezetőben említettem, talán még agygörcsök is jelentkezhetnek. Tehát ezt nagyon nehéz elkülöníteni az agyhártya gyulladáskor. Ilyenkor mindig érdemes szakemberhez fordulni, mert egy ilyen napszúrás az már egy kezelést igényel. Tehát egy speciális kezelést igényel. Ilyenkor egy kisebb agyvizenyő alakul ki az agyban, amit megfelelő gyógyszeres kezeléssel néhány napon belül el tudunk intézni, meg tudjuk gyógyítani. Természetesen, hogy ez mérsékelt fokú, akkor megfelelő folyadékpótlásra szükségünk van. Az égési sérüléseknél mindig szokták kérdezni, hogy mi az, ami jó, ami kezelés vagy megelőzés szempontjából fontos lehet. Minél kisebb életkorú a gyermek, annál nagyobb a lehetősége a nap égés következtében létrevő bőrkárosodásnak. Ezért minél magasabb faktorszámú
naptejet, fényvédőkrémet használjunk a gyermekre, és hogyha bekövetkezik mégis ez a akár első, akár másodfokú égési sérülés, akkor pedig a gyógyszertárakban lehet kapni ezt a fehér habot, Pantenol néven van forgalomban. Ez legyen mindenképpen egy nyári nyaralás kapcsán a gyógyszeres kis dobozban, amit ilyenkor elviszünk a betanid oldat mellett, amivel ugye a felületes bőrsérüléseket tudjuk ellátni, kezelni, és ezzel így ezt meg tudjuk előzni, illetve tudjuk kezelni ezeket a bőr égéseket. A napszúrás ellen pedig azt tehetjük, hogy a gyermeknek a fejét védjük, a gyermeknek a fejére kis sapkát teszünk, vagy olyan kalapot, amely karimával rendelkezik, és amely az alsó test részét is a fejnek védi a napszúrástól, és ezt a bizonyos hőgutát ezt meg tudjuk általában így előzni. És ugyanilyen nagyon fontos a napszúrással, illetve a nap és a meleggel összefüggő probléma a kiszáradás. A gyerekeknek a testtömegükhez képest sokkal nagyobb a felületük, mint a felnőtteknek, és a test felületen történő pároloktatás az sokkal nagyobb mértékű. Ennek következtében a gyermekek, kisdedek, csecsemők sokkal hamarabb kiszáradnak, folyadék hiányos állapotba kerülnek, ami aztán nagyon sok patológiás folyamatot indíthat el a szervezetben. Tehát ilyen meleg napokban mindig gondoskodnunk kell a megfelelő folyadék pótlásról. És ha a gyerek izzad, akkor nem csak folyadékot, tehát vizet veszít el a szervezete, hanem sókat is elveszít, ásványi sókat is elveszít, és hogyha ilyenkor csak vizet pótolunk, akkor létrehozhatunk egy nagyon súlyos agyödémás állapotot, ami aztán görcsökbe, eszméletvesztésbe fog megnyilvánulni. Tehát nagyon fontos ilyenkor, hogyha lehet, akkor szénsavmentes ásványvízzel próbáljuk a gyermekeknek a folyadék igényét kielégíteni, és akkor elkerülhetjük ezeket a súlyos kórképeket. Mennyire gyakoriak ilyenkor a vírusos fertőzések ebben az időszakban? Hát vannak nyári vírusok, amelyek nyári időszakban terjednek, főleg júniusban, júliusban. Ezt most is látjuk, ezek a nyári grippe, ilyen néven is találkoztunk már vele nagyon sokszor, amikor a torok képleteinek, a lágyszájpad képleteinek a gyulladását, vírusos gyulladását eredményezheti ez a kórkép. Ilyenkor torokfájás, nyelési fájdalmak jelentkezhetnek, egy kisebb köhögés, és hát ezek általában lázas állapottal, ilyen 38 fok fölötti testhőmérséklet emelkedéssel járnak. De ugyanezek a vírus, ezek a coxsackie vírusok előidézhetnek ebben az időszakban más, akár súlyosabb megbetegedést, főleg csecsemőknél, fiatal újszülötteknél, ami a szívizomzatnak, vagy akár az agyvelőnek a gyulladását is jelentik. És hát ez a típusú vírus, ami ilyenkor dívik, ez létrehozhat egy mellkasi szindrómát, ami kifejezetten nagyon súlyos mellkasi fájdalmakkal jár, rohamokban jelentkezik, ilyenkor is megijed a szülő természetesen, és akkor, hogyha ki tudjuk zárni a mellkasi fájdalmak között lévő egyéb súlyos kórképeket, akkor ezek ilyen nyári időszakban jelentkezhetnek. Ez a Bornholm betegségnek hívják ezt a betegséget, ezt a nevét onnan kapta, hogy Dánia mellett egy kis szigeten észlelték, tapasztalták ezt, és innen nevezték el ezt a kórképet. De más vírusok is ilyenkor cirkulálnak, közöttünk vannak, amelyek okozhatnak problémát, főleg a rotavírusok, amelyek hasmenéses megbetegedéseket idéznek elő, hányást, híg, gyakori székletürítést. Őt is meg tudjuk előzni, ezt a betegséget, hogyha gyermekeinket csecsemőkorban már védőoltásban részesítjük, ezektől meg tudjuk óvni. És hát ugyan nem vírusok, de nyárra jellemzőek, ugye ezek a bizonyos vérhas, szalmonella fertőzések, amely a nem megfelelő táplálék higiéné következtében jönnek létre.
Tehát mindig oda kell figyelnünk, hogy megfelelően amennyire lehet friss ételeket szolgáljunk föl a gyermekeinknek, amennyiben lehet, és ha akarjuk tárolni az ételeinket, azokat megfelelő hűtőszekrénybe tegyük, hogy ezek a kórokozók ne tudjanak elszaporodni, és ne hozzanak létre fertőzést, ne hozzanak létre ételmérgezést, mert ilyen esetben is sajnos, hogyha nagyon súlyos fokú a hányás és hasmenés, akkor kórházi kezelésre van szükség, egy-két napos infúziós kezelésre van szükség. Itt is, mint mindenhol, ahogy szoktuk mondani, a legfontosabb a megelőzés. Igen. Összefoglalva így a beszélgetés végén, akkor mire figyeljünk a legjobban a gyerekeknél, főorvos úr? Hát, amint talán összefoglalva annyit lehet mondani, hogy nagyon fontos, hogy a közlekedési és sérüléses baleseteknél a gyermeknek megfelelő felügyeletet biztosítsunk. Gondolok itt a játszótereken, vízi fürdőzéseknél mindenképpen. Nagyon fontos az élelmeknek a megfelelő kezelése, nagyon fontos a folyadékpótlás, és mint ahogy említettük, néhány esetben a megfelelő időben alkalmazott védőoltások, amelyekkel bizonyos kórokozókat nem engedünk magunkhoz közel, és nem engedjük azt, hogy betegséget idézzenek elő a szervezetükben. De ha a végén még lehet egy szempontra fölhívni a figyelmet, amiről még nem esett szó, ugye, hogy főleg községekben, ahol kertek vannak, és ahol növénytermesztés folyik, ilyenkor elég gyakoriak a növényvédőszereknek az alkalmazása. És nem egy esetben látjuk azt, hogy a gyerekek úgy jutnak hozzá ilyen növényvédőszerekhez, és úgy szenvednek mérgezéseket, hogy a szülők nem kellő óvatossággal kezelik ezeket a szereket. Tehát ezeket mindenképpen zárva, külön szekrényben, megfelelő, biztonságos zárszerkezettel kell ellátni, hogy a gyerek véletlenül se higgye azt, hogy egy barnának tűnő permetező szer, amit mi Coca-Cola-s üvegbe tárolunk, mert nagyobb kiszerelésbe adják, és abba tároljuk otthon, hogy azt ő azt gondolja, hogy ez Coca-Cola, és ezt a barna folyadékot ő minden további nélkül megissza, és bekövetkezik a mérgezés. Tehát községekben, ahol ilyen házi növényápolás folyik, a permet szereket, azokat megfelelő biztonsággal tároljuk úgy, hogy a gyerekek ehhez ne tudjanak hozzájutni. Nagyon szépen köszönjük, főorvos úr, hogy itt volt, és önöknek is köszönjük, kedves nézőink, hogy velünk tartottak. Két hét múlva találkozhatnak velünk legközelebb, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!